akkor a Hun mi atyánkkal búcsúznék. Ez a mi atyánk, az eredeti róvás idásos mi atyánk a következő képen hangzik, figyeljenek! Mi atyánk, ki az mennyekben vagy, szenteltessék azt te neved. Jöjjön el országod, légyen azt te akaratod, miképpen mennyben, azonképpen a földön is. A mi kenyerünket, a minden napiat adjad nékünk ma. Eddig majdnem bötű szerint megegyezik a régies nyelven is, mondjuk. Innét kezdve azonban van egy kis különbség. És engedd meg minékünk az mi adóságainkat, miképpen mi is megengedünk azoknak, az, kik mi nékünk adósok. Ugye, bocsáss meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. Ez több, mert bűnt elkövetni a barát ellen, az bibliai tétel. De ha a barátomat cserbe hagyom a barátságba, nem vétkezek én egyik parancs ellen se, de adósa voltam, a barátsággal voltam adósa. De ami miatt az egészet mondom, az a következő sor. Tessék figyelni. És ne hagyj minket kísértésbe jutnunk. Nem az, hogy ne vígy minket kísértésbe, hanem azért imádkozunk az Úrhoz, ne hagyj minket kísértésbe jutni. De szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország és az hatalom és az dicsőség mindörökkön örökké. Ámen. És ettől is szebb, akiktől kaptam, állítják, hogy ez Kijevben egy övevereten róvás írással ma is olvasható, nem jártam utána, nem tudom. Minden esetre ez a Huni mi atyánk 410 és 460-ból származik egyesek szerint. Ez pedig így szól. És mondom, ezzel búcsúznék, hogy tartsuk be, mindegy, hogy melyik mi atyánknak a szövegét, mert apró szavakba eltérhet, de az üzenete mindegyiknek ugyanaz. Tehát a Hun mi atyánk. Mi atyánk, Istenünk, bennünk van országod, előttünk szent neved, s törvény akaratod. Minden napunk gondját magadon viseled, bűneinket, mint mi másnak, nekünk elengeded. Te kezed vezet kísértéseken át, s lefejté rólunk a gonosz járomát. Tiéd a nagyvilág, összhatalma üdve, mindöröktől fogva legyen mindörökre. Lám, minél inkább visszamegyünk a történelemben, annál tisztább és egyértelmű, hogy mindenkor az Istent tettük első helyre, és az ember szeretet ott volt mellette. Ezt kell megvalósítanunk.